Azt mondják némely betegek, csak orvos nem kell, hozzanak javasasszonyt. Nem éltóztassanak irtózni szakemberektől. Nem éltóztassanak félni, hogy egyiknek másiknak más véleménye is van. Hiszen ezek nem matematikai dolgok, hanem tapasztalati dolgok. Herman Otto és a politika. Herman Otto igazi csodabogár volt a magyar parlamentben. Egy szakember, aki sok mindenhez értett. Érdemes elgondolkodni, hogy hozzá hasonló tudós, pókász, bogarász, halász, madarász egyáltalán mit keres a tisztelt képviselőházban. Herman azonban bebizonyította, hogy az igazi lánglelkű polihisztor a politika talaján is kitüntetéssel veti meg a lábát. Herman Otto minden munkásságában az összefüggéseket kereste. Ez a szemléletmód vezette el ahhoz, hogy a természettudományban elért eredményeket a gyakorlati életben is hasznosítsa. Történt ugyanis, hogy a filoxéria nevű szőlőtető 30 év alatt Amerikából, Franciaországon és Ausztrián át szépen lassan eljutott hazánkba is. Olyannyira, hogy egész vidékeket több mint 500 000 hold szőlőterületet veszélyeztetett. Herman Otto már második parlamenti beszédében felhívta a figyelmet a baj nagyságára, de mind hiába. A bürokrácia nagy nehézkesen, mindössze látszat intézkedéseket tett, amely néha többet ártott, mint használt. Herman Otto személyesen kereste fel a fertőzött helyeket és elemezte a látottakat. A kormányzattal folytatott harca bátor beszédeiben nem nélkülözte az iróniát. Nálunk éppen az a baj, hogy úgynevezett jogászokra van bízva sok olyan dolog, amelyet rájuk bízni nem kellene. Hogy nem tüzetes tanulmányokat végzett emberekkel van dolgunk, hanem olyanokkal, akik Isten kegyelméből megnyerték az érettségi bizonyítványt, amikor még teljesen éretlenek voltak. Beiratkoztak egyetemekre, elő tudják mutatni az indexet, de hogy azok valahol gradust nyertek volna, arról kimutatás nem létezik. Ez a féltudás, ez a tudákosság az átka és baja Magyarországnak a közgazdaság, ipar és kereskedelem terén. Bő 100 évvel ezelőtt nem csak a nemzet, de a parlament is elveszítette az utolsó polihisztorát.